Online ügyintézést kötelezővé tevő sürgősségi rendeletet fogadott el a kormány. A bürokráciát visszaszorító technológia nem csak időt spórol, hanem életeket ment, hangsúlyozta a kormányülés után a digitalizálási hatóság elnöke. A koronavírus járvány terjedésének megfékezése érdekében az online hivatali ügyintézés általánossá tételéről fogadott el sürgősségi rendeletet hétfőn az Orbán kabinet. A Románia digitalizálásáért hatóság elnöke szerint az elmúlt évek legfontosabb döntését hozta meg a kormány a digitalizálás terén. A rendelet előírásait sajtótájékoztatón ismertette. Vor putea să depună solicitări către toate instituțiile publice. A rendelet lehetővé teszi, hogy az ügyfelek elektronikus úton digitálisan nyújtsák be kérvényeiket és beadványaikat, illetve azt a kötelezettséget is előírja, hogy ezekre a hivatalok elektronikus úton válaszoljanak. A digitalizálás terén nehézségekkel küszködő közintézményeknek a hatóság segítséget nyújt az online ügyintézés kialakításában, addig viszont lehetővé kell tenniük, hogy ügyfeleik elektronikus úton intézzék ügyeiket.